A sajátosan dolgozza fel a társadalmi kérdéseket, többek között a politika, a hatalom és az igazságtalanság témakörét. A színpadkép sem szokványos, ugyanis egy kisebb méretű forgószínpad az alapvető díszlet, amely három részre oszlik. Maga egy politikai dráma, amit Shakespeare megrendelésre írt, nagyon furcsa módon fölkért első James, hogy írjon egy drámát. Első James király, aki Erzsébetet követte a trónon. De függetlenül attól, hogy megrendelésre írt, és igen furcsa körülmények között, attól a dráma még működik, így több mint 400 év után is. Az eredeti műben Macbeth hatalomvágya és győzelme a legfőbb motívum. A szabadkai előadásban a rendező a társadalom felett álló hatalmi harcokról mutat képet. Azt gondolom, vagy azt tapasztalom most, hogy így végig szűrtem magamat a Macbethen, és még szűröm, mert nincsenek vége. Tehát, hogy igyekezni kell mélyre menni az embernek a saját lelkében, olyan dolgokba is esetleg belebújni, belemászni, belegondolni, ami nem ő, és aztán ezt hogy idézőjelesen hogy tesz magánerőszakot. A szó pozitív értelmében, tehát hogyan bújik bele ebbe a bőrbe. A világirodalomban a nagy női szerepeket említik, akkor közöttük van ő is, Lady Macbeth, de tulajdonképpen nincs túl sok jelenete a darabban, kulcsfigurája a darabnak, de nagyon nehéz építkezésű, mert nagyon rövidek a jelenetek, és egyik állomástól a másikig nem látja a néző, hogy mi történik benne, csak a következő állomást látja már, hogy mi történhetett az, amit tön két hét alatt, amíg nem látta. Szokatlan rendezői és színészi megoldásaival a társulat legújabb bemutatója merészen nyúl Shakespeare legsötétebb történetéhez, amelyben az irónia mellett vérre is számíthatnak a nézők.